Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látják. Jelics Fanni vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Ámulatba ejtő fotósorozat készült. Régi kort idéző tűzoltó bemutató Bonyhádon. Pályázatok, top pluszos beruházások valósulnak meg Bonyhádon. Atlétika verseny, sztárok is rajthoz álltak Bonyhádon. Madárdal Tanai Guzorán Annának nyílt kiállítása a Művelődési Házban. Bonyhádon első alkalommal augusztus 17-én régi kort idéző tűzoltó bemutatót rendeztek. Miként, illetve hogyan oltották a tüzeket a múltban, valamint milyen eszközök és felszerelések segítségével. Erről egy könyvhöz fotográfiai sorozat készült Borsos Mihály fényképész elképzelése alapján. Augusztus 17-én Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtár előtt tűzoltó bemutatót tartottak a bonyhádi önkéntes tűzoltók. Erről fotósorozat készül, amely a könyv első fejezete lesz, ami a történelmi részt mutatja be. MAN gyártmányú tűzoltó Szerkocsi család a munka címe pillanatnyilag, ami három különböző karakterű tűzoltóautót fog bemutatni. Igen, és még egy ugyanezt lendületből. Berk Imre keresett meg, a Tűzoltó Múzeum igazgatója, egy könyv fotózás céljából, amelynek a könyvnek a lényege, hogy bemutassuk a szereket, ami ugye az 1900-as évektől napjainkig hogyan fejlődött a tűzoltóság, és a Bonyhádi Tűzoltó Múzeum rendelkezik több tűzoltó fecskendővel, és ezeket a tűzoltó fecskendőket felhasználva, és itt a tűzoltó bajtársak és különböző kollégák segítségével tudjuk ezt létrehozni itt Bonyhádon. Mesébe illő jelenet részesei lehettek az érdeklődők. Igazából ez egy könyvhöz készülő fotográfiai sorozat, két helyszínnel, az egyik egy műszaki mentést imitáló próbatétel volt, most amit megláttok a bajtársakkal, előkészítünk, itt pedig igazi tüzetoltós dolgot készítünk elő. A könyv egy új építésű tűzoltóautóról fog szólni, és én ragaszkodom mindig a könyveimbe ahhoz, hogy legyen történelmi bázis a könyvnek. Ezért vagyunk itt Bonyhádon, nagy megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhatunk. Fantasztikus a Roland csapata, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, illetve a 13. kerületi 5 évvel dolgozunk együtt, továbbá a Tűzoltó Múzeummal, úgyhogy ezért ez a nagy csapat. A mai esemény arról szól, hogy a tűzoltó a legfontosabb emberek egyike, ugyanis fordítva fut. A baj van, ő odafut, mi meg elszaladunk, tehát a tűzoltó az egy különleges lény. Nem akarom hosszúra nyújtani, de gyakornok koromban a kerekliftbe a tűzoltó megbüntette a főigazgatót, mert rágyújtott, akkor még divat volt mindenhol rágyújtani, és fiatal egyetemisták azt gondoltuk, hogy hát ebből világvége lesz, de nem, jutalmat kapott a tűzoltó, mert hogy betartotta a rendet. Ugyanis tényleg összességében nekünk egy ellenfelünk van, a közöny és a tűz. Mert ha ellopják, hát majd megkeresik a rendőrbajtársak, ha megsérül, kell munka a restaurátornak is, na de ha elég, akkor mit tudunk vele csinálni? Tehát, hogy a tűz az egy rettentő. Amennyire fontos az emberiség története során a tűz felfedezése, annyira gyilkos dolog is tud lenni. És a prevenció az, ami ezen segíthet. Többek között ezért csinálunk gyermekrajzpályázatokat, ilyen tűz megelőzési szándékkal, meg hát csináljuk most a könyvünket, ami nagyon örülök, hogy itt vagytok, és látjátok, hogy azért nem olyan egyszerű egy ilyen dolgot előállítani. És ami nagyon fontos, hogy a fejlődése ennek a dolognak együtt jár az emberiség fejlődésével, és a magyar tűzoltók, a mérnökök, akik ezzel foglalkoztak, világszínvonalú produkciókat adtak elő. De tényleg. Meg ha érdemes majd körülmenni kamerával a régi szerkocsit, hogy milyen finoman kidolgozott részletek találhatóak. Tehát, hogy én nagy tisztelője vagyok ezeknek a hagyományőrző dolgoknak, és abból láthatunk most itt ízelítőt. Hát, ha Jóisten megsegít minket, akkor márciusra lesz kész a könyvünk, és még nagyon sok helyen leszünk az országban, ahol még a hagyományőrző részét, és majd értelemszerűen, ahogy készül a tűzoltóautó, annak a képességeit fogjuk majd még fotózni, úgyhogy ahol egy kis, hát hogy is mondjam, sokadalmat okozunk, már most bocsánatot kérek érte, de nem szoktak ránk nagyon haragudni, mert látják, hogy azért dolgozunk, hogy valami jó történjen az emberek érdekében.
Szent Flórián a tűzoltók védőszentjétől származó idézet így tartja: Uvi dolor, ivi vigilis, ahol a baj van, ott a segítség. Projektnyitó rendezvényt tartottak Bonyhádon, melynek keretében ismertették a 7 nyertes pályázatot. A város a beruházásokra kapott támogatást, útfelújításokra és korszerűsítésekre fogja fordítani. A projektnyitó rendezvényt Fehérvári Tamás, a Tolnavár megye önkormányzata közgyűlésének elnöke nyitotta meg. Kiemelte, Bonyhád mind szépségében, szervezettségében, létesítményeiben, gyors léptékben fejlődik. Filóné Ferenc Szibolya kifejtette, az eddigi 7 nyertes top pluszos pályázatból 4-nél kötöttek már szerződést. Az egyik ilyen a Molom óvoda korszerűsítése. Erre a célra 500 millió forintot nyert a város, teljes körülfelújításról beszélünk, valamennyi csoportszoba teljesen megújul, ugyanakkor egy új tornaszoba is épült, tehát egy új épület a rész is ki fog egészülni az intézmény. Az udvara, eszközbeszerzés, energetikai korszerűsítés mind-mind a projekt része. Bízom benne, hogy az óvodások jövő szeptembertől, a következő nevelési év kezdetétől már a megújult Malom óvodában kezdhetik az óvodai pályafutásukat. Az önkormányzat 410 millió forint támogatásban részesült a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében a helyi piac fejlesztésére. A piac beruházást mindenki nagyon régóta várta ennek a projektnyitó eseményére, és azért kerülhetett sor, hiszen a támogatói döntés megszületett, a támogatói szerződést aláírtuk az irányító hatósággal, a források rendelkezésre állnak, a közbeszerzés folyamatában zajlik, két részre osztottuk, a Folkberger utca jobb és bal oldalára, a Rákóczi utca felől nézve a jobb oldallal kezdjük, nem csak térkövezünk, nem csak parkolókat fogunk építeni, hanem szeretnénk a zöldjében is megújítani ezt a városközponti területet, és természetesen a piacnak a teljes területét új bújkolatokkal, fedett elárusítóhelyjel, olyan környezetben fogadni mind az eladókat, mind pedig a vásárlókat, ami méltó egy városi piachoz. Nagyon régóta várjuk, 2016 óta rendelkezésre álltak azok a tervek, amit megálmodtunk. Bízom benne, hogy 25 tavaszára, nyár elejére meg is valósulhat. 279 millió forintnyi pénzgyújtatást kaptak, szintén a településfejlesztési pályázatnak köszönhetően a Cikói bekötőút belterületi szakaszának, valamint a Bátaszék-Bonyhád összekötő út fejlesztésére. Mintegy 900 méter hosszú útszakaszról beszélünk, amely új aszfaltburkolatot kap, megerősítve, de a nyílt csapadékvizelvezető árok is megújul, a buszöblök is új és teljesen szabályosan kialakításra kerülnek, és remélem, hogy ennek a megújulása is még az idei esztendőben megvalósulhat, hiszen a közbeszerzés még folyamatban van, de néhány hét és már itt is szerződést köthetünk a kivitelezésre. Ugyanennek a projektnek a másik része pedig a 6-os csomópontnál egy kanyarodó sáv megépítése Szekszentferé. Bízom benne, hogy ez is minél hamarabb megvalósul. A Széchenyi Általános Iskola udvarának megújítására pedig 180 millió forint összeget biztosítottak. Az intézmény vezetője Steiner Krisztián tájékoztatott a megvalósításról. A szerződés már megkötésre került, a munkaterület átadása is megvolt éppen hétfői napon, és úgy tűnik, hogy egy olyan 5 hónapos kifutással megvalósul a teljes projekt, ami tartalmazza a valamennyi burkolatnak a cseréjét, rekordtán burkolattal lesz ellátva, új kosárlabdapálya kerül kialakításra, futópálya, távolugrópálya, röplabdapálya, valamint egy olyan játszótér kerül majd kialakításra, ami interaktív jellegű lesz, plusz megvilágításra kerül az udvar. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan fejlesztés lesz, ami az elmúlt időszakban nagyon sokan vártak, és szerintem a második fél évre a gyerekek már örömmel veszik birtokba. Új világító testek is kihelyezésre kerülnek a kivitelezés során. Ez egy fontos szempont volt. Természetesen a környezettudatosság is megjelent a pályázat végrehajtása során. Én azt gondolom, minden igény kielégítő lesz a sportudvar. Fejlesztésekre 5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a városnak, ebből már több mint 2 milliárd forintot lehívtak, amelyből az eddigi nyertes pályázatokat valósítják meg. További projektek benyújtására is törekszik az önkormányzat. Rangos nemzetközi atlétika versenyt rendezett az Atlétika Klub Bonyhád. A megmérettetésen neves atléták is részt vettek, mint például a többszörös szerb bajnok futó Maja Csirics.
Nemzetközi atlétika toplista versenyt tartottak Bonyhádon augusztus 31-én. A szervezők célja a sportágak népszerűsítése volt. Egy évben két versenyt tud rendezni a klub, amit az idén is megtett. Május elején volt egy felkészülési versenyünk, és miután a verseny szezon az elég hosszú, és azt láttuk, hogy az augusztusi időpontban kevés verseny van, ezért egy felkészülési toplista verseny rendezését vállaltuk be. Jövő héten lesznek korosztályos területi bajnokságok, két hét múlva valamely egyesületnek a csapatbajnoksága, és ez a mostani verseny ezeken a versenyeken résztvevő atlétáknak a felkészülését szolgálja. Tulajdonképpen a domószámok közül a súlylökést tudjuk megrendezni a pályaadottsága miatt, azon kívül a futószámok teljes vertikumát, tehát 100-tól 1500 méterig, megspékelve egy 400 gáttal, 100 gáttal a kisebbeknek, és az ugrószámok közül magasugrást és a távolugrást rendezzük meg. Nagyon örülünk annak, hogy külföldi résztvevőnk is van. A verseny fönn van a Világszövetség versenynaptárába, ranglista pontokat lehet szerezni, későbbi világversenyeken jól jött a versenyzőknek a nevezés szempontjából, vagy az indulás szempontjából. Szerbiából érkezett egy 8-szoros szerb bajnok, kifedett pályán meg szabadtéren kiváló teljesítményt tud nyújtani a Maja Csirics, illetve nevezett 200 méterre a horvát bajnok Varasdról, a Carlo Március, ő most 200 méteren indul. A bonyhádi pálya adottságai kiválóak voltak a versenyzésre. Az érdeklődés is nagy volt, összesen 312-en neveztek. A női 100 méteres futást Bató Borbála nyerte. Nagy küzdelmet láthatunk a fél lány döntőben, négyes számú pályán, Bató Borbála. Az egyénimtől eléggé elmaradt, de igazából szerintem így a szezon vége, meg nem tudom, ilyen nyaralások, betegségek, mindenféle volt. De amúgy abszolút tök jó volt a pálya, meg ilyen kis augusztus végi versenyek nagyon jó volt mindenképpen. És ugye még jön a CB, arra egy ilyen felkészülő versenynek aktuális volt nagyon. Hát persze jöttünk, 6-kor keltünk, és 8-kor indultunk, úgyhogy kicsit fáradtan, és nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy ez biztos kivett, viszont tök jó hátszerünk volt, ez biztos segített. Bíró Dána Bonyhádról ebben a versenyszámban negyedik lett. Meglepően jól futottam, bár a mozgásomban érezhető volt, hogy a tavasza jobb volt, most kicsit így a nyárnak köszönhetően kicsit így ellustultam, ha lehet ezt így mondani, de azért amit lehetett, kihoztam belőle, nem lett egyéni, de nem adjuk fel, előttünk van a csapatbajnokság, úgyhogy ott reméljük jobban fog sikerülni. Úgy számoltunk vele, hogy jó lenne, hogyha az élmezőnybe kerülnénk, nyilván ilyenkor számít az ember arra is, hogy nem biztos, hogy úgy jön össze, meg bármi összejöhet verseny közben is, de én nagyon örülök ennek a negyedik helynek, úgyhogy én büszke vagyok magamra. Férfi százon Buncsú Patrik a vasas futója volt a leggyorsabb. Férfi 100 méterünk feldöntője. Rajtolták, és egy óriási küzdelem fejtelmezett a 3-4-es pályán. Innen ülök. Jó futás volt, örülök, hogy ilyen jó kis mezőn gyűlt össze, aztán tudtak húzni a srácok. Már szezon végén vagyunk, de azért még szeretnék javítani az egyéni csúcsomon. Nagyon jó kis hangulata van a versenynek. Itt edzőtáboroztunk Bonyhádon, aztán nagyon jó, gyors kis pálya, aztán Jó érzés itt futni. A verseny egyik, hanem a legnagyobb sztárja a 8-szoros szabadtéri és 8-szoros fedelpályás szerbajnok futó Maja Csirics volt. A rutinos atléta 200-on simán győzött, 100-on viszont az előfutamokban a rajtnál kiugrott, így diszkvalifikálták. Mint mondta, életében először történt vele ilyen. It was a good day. Jó nap volt, elégedett vagyok a 200 méteres futásommal. A körülmények és a pálya is nagyon jó volt, az emberek is nagyon kedvesek. Még sosem történt ilyen velem, hogy kizártak, nem tudom, mi történt. Ráadásul nem is kicsit, hanem nagyon beugrottam a rajtnál. Madárdal címmel nyílt kiállítása Tanai Guzorán Anna alkotásaiból a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A tárlat szeptember 27-ig tekinthető meg a kiállító teremben. Gűt Máté, a Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny nagydíjasának előadásával vette kezdetét a kiállítás megnyitója. Tanai Guzorán Annának már gyermekkorától szerves részét képezi az életének a művészet.
Két nagyanyámtól tanultam meg a textil szeretetét, a hímzés kultúrát, illetve a szövés kultúrát tőlük örököltem, és ennek a szeretetét. És középiskolától fogva tulajdonképpen a művészethez, a rajzoláshoz és a festészethez nagy indítatásom volt. Ilyen pályán is helyezkedtem el, hiszen művészetpedagógusként, rajztanárként dolgozom. És most már örömömre, nagy örömömre 5 éve Bonyhádra visszatértem, és itt a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményében dolgozhatok. Alkotó tevékenységemet tulajdonképpen az életem folyamán műveltem. Természetesen a család és a munka mellett, hiszen mindig ez a kettősség volt jellemző a munkásságomra, hogy művészet szeretet, alkotás, illetve tanítás. A kettő összeolvadta az életembe. A mai kiállításon 50 darab munkát látunk, vagy láthatunk. Ez az 50 munka, ez 4 textilből, szövött kárpitból áll, és 46 tűzszomászból. Többnyire festett vaslemezen égettük az ománcokat, egy-két rész alapon készült munkát láthatunk. Ezek nagyon többnyire friss alkotások, talán 4-5 kivételével, mindegyik 2024-ben, tehát ebben az évben született. Tehát nagyon friss munka. Ismételten hangsúlyozom, hogy munka mellett, tehát nem lehet napi 8-10 órás tevékenységről beszélni, mert akkor más a fekvése a történetnek. Tehát ezért hónapokra is elhúzódhat, vagy hetekre is. Tehát azt a munkaórát bele kell tenni, nem lehet megúszni. Tehát ez nem egy napos, meg két napos tevékenység. Több 10 órás alkotó folyamat eredményeképpen születnek ezek a munkák. Mindegyiknél a tervezés, illetve hogy megszületik egy gondolat, amit meg szeretnék jeleníteni. És akkor a gondolattól függően keresem meg azt a kifejezési lehetőséget, amivel ez megvalósítható. Tehát a textilhez ugye textiltervet készítek vázlatformájába, majd kartonra hordom fel a vonalstruktúrát, és többnyire, ha van időm, akkor színesbe is elkészítem az egy-az-egyben készült vázlatot, ha nem, akkor fejből ott a szövés közben hozom létre a kész alkotást. Az ománcnál hasonlóképpen ott is a témától függően, hiszen láthatja a kedves közönség, hogy vannak nagyon improvizációszerű munkák is, és vannak nagyon komoly vázlatot igénylő munkák, tehát nagyon eltérő az alkotói hozzáállás. Alapvetően egy empatikus embernek gondolom magam, tehát mint nőként is, mint pedagógusként is, mint sok gyerekes édesanyaként is, alapvetően az érzelmeimből, tehát az érzelmi motiváltságom az mindig megvan, és így ennél fogva, tehát így nyúlok egy-egy témához. Most különösebben a textil kapcsán is a tűzszomászba próbáltam átültetni, vagy belecsempészni a magyar népi ornamentikának a világát, hogy ezt hogyan lehetett összehozni, nagyon inspirált. Tehát az a fajta szimbólumrendszer és motivumrendszer, amit őseink évezredek, évszázadok óta használtak, ez szinte ilyen újból ilyen élményként felfedeztem, és nagyon jó játékokra adott lehetőséget. Madárdal ez bevillant, tehát ugye azt szokták mondani, hogy az az ötlet a legjobb, ami úgy az embernek égi sugallatként érkezik. És van egy ilyen című munkám, ahol megpróbáltam ötvözni a textilt az ománccal.
és tulajdonképpen ezért lett ez a viszonylag friss munkáról beszélünk, és ezért lett ez a címadója a kiállításnak. A Banárdal a madárhoz nagyon emocionálisan, nagyon kötődöm. Nekem abszolút a léleknek a megtestesítője, és a madárdalban számomra benne van az is, hogy tehát az emberi hang nem lehet több, mint egy madárnak az elhangzó reggeli kis dala, madárdal az életünkben. Tehát egy pillanat, egy rezzenés, és mégis gazdaggá válik az életünk ettől. Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!